Cseri Ferenc nemzetbiztonsági szakértő a következő vendégünk. Jó reggelt kívánok, és hogy már említettük, Cseri úr biztosan is hallotta itt a stúdió előterébe, hogy a szentpétervári metrórobbantás apropóján hívtuk ide be a stúdióba. Vannak-e önnek új információi a terrortámadással kapcsolatban, illetve ezt most már egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy ez egy terrortámadás volt? Hát az orosz hatóságok információit tudjuk természetesen, ami a sajtópublikációban megjelent, ők terrortámadásnak minősítik. Mind az eszköz, mind a módszer, ahogy ezt a cselekményt elkövették, ez arra utal, hogy egy radikalizálódó, egy orosz örökség, amit ők megörököltek még a Szovjetunió idejéből, ezek a közép-ázsiai muszlim utódállamok jelentik a belső terrorfenyegetettségét igazából Oroszországnak. Két oldalról is kapnak ők fenyegetettséget, egyrészt az ISIS részéről, ugye most már ez lecsengőben van, másik pedig ez a belső kemény terrorizmus, amely a külső-belső időnként ugye találkozik is, és még nagyobb beszételet Oroszországra. De hát ennek már ugye igen nagy hagyományai vannak, mert 95 óta nagyon komoly és nagyon nagy számú terrorcselekményt fordult elő Oroszországban, gondolunk itt a észak-kaukázusi területekre, Csecsenföld, Ingusföld, Észak-Oszétia, Dagesztán. De nagyon mások követték el. Igen, így van, így van. Így van, így van. Itt különböző módszerek is vannak, a kommandótól kezdve, a állami hivatal elfoglalása, iskolák elfoglalása, színházak elfoglalása, a tuszok szedése, repülőgépen robbantás, metróban robbantás. Szóval a variáció az nagyon sokféle, a módszer is nagyon sokféle. Ugye az elkövetők is skála is elég széles. A úgynevezett fekete özvegyektől az öngyilkos terroristákig egészen a több száz fős kommandók, akik megrohannak egy várost és 1600 tuszt ejtenek, vagy mint Groznyban ugye egy iskolát elfoglalnak és komoly tűzharc, nagyon sok halott. Tehát ez egy nagyon kemény belső harc. Az oroszok nagyon kemény harcot is folytatnak ez ellen, de hát nagyon nagy ország, és igen, erős, jelentős a fenyegetettség. Ezért is keveredtek ők bele tulajdonképpen ebbe a szíriai konfliktusba, azon kívül, hogy kitörjenek egy elszigeteltségből. Nagyon sok terrorista ment el harcolni ezekből az orosz területekből Szíriába, illetve az ISIS-be, és igyekeznek ott véget vetni ezeknek a cselekményeknek, már ha ezek életben maradnak és visszatérnek Oroszországba, ez még komolyabb veszélyt jelent az orosz belbiztonságra. 14 halálos áldozata volt ennek a merényletnek, ennek a terrorista cselekedetnek. Joggal kritizálják most az orosz titkosszolgálatokat, amiért mondjuk nem tudták megakadályozni ezt a robbantást? Egy terrorcselekmény elkövetése után a kritika az, hogy mindig jogos. Mert hogy feltették a kérdést, akkor mit csinálnak? Hát nagyon sok cselekményt megelőznek az oroszok. Számokat ugyan még nem hoztak nyilvánosságra, de ha a legutóbbi londoni merényletre gondolunk, amikor a Scotland Yardnak a terrorfőnöke arról beszélt, hogy 500 feldolgozó munka folyik jelenleg Nagy-Britanniában, terrorcselekmény gyanújával, akkor gondoljunk Oroszországra, ott mennyi lehet. Itt egy kicsit ilyen szimbolikus jelentősége is van ennek a cselekménynek, mert ugye éppen Putyin ott tartózkodik a szülővárosában. Neki szólt ez. Igen, igen. Hát, onnan indul a karrierje, onnan emelik ki őt, onnan lesz az országos politikának egy jelentős szereplője. És akkor ugye felvetődik a kérdés, hogy hát te azt mondod az oroszoknak, hogy te megvéded őket, és közben mi akkor is robbantunk, amikor te itt vagy. Ez az üzenete. Mire érdemes számítani? Például az Igazságos Oroszország párt vezetője már el is mondta, hogy a terrorcselekmény kapcsán egyelőre nem kezdeményezik a terrorizmussal kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását, de a jogvédők és az ellenzék attól tart, hogy ennek kapcsán olyan szigorításokat lehet megint, meg olyan megfigyeléseket, meg olyan civil szervezetek kiebrudalását. Így van, hát az Oroszország ma divat is egyébként, tehát ott nem nagyon kukoricáznak. Ott igen kemény a belső rezsim, hát ha még ilyen események fordulnak elő, akkor ezen a szíjon még bizonyára szorítani fognak, húzni fognak. Hát és ugye Putyin áll az élén ennek a történetnek. Nem szeretnék az orosz terrorlehajtás vezetőjének a bőrébe lenni, akkor mikor egy ilyen elnök ül az elnöki székben. Mert hogy? Hát ugye a KGB-nek volt olyan valamikor a vezetője, nagyon kemény rezsimet szokott meg abban az időben, és azt nagyon keményen be is hajtja a hasonló szőrű embereken, akik ezeknél a cégnél dolgoznak. Amikor
Európa városában, városaiban terrorista cselekmények történnek meg, akkor ugye mi Magyarországon mindig azt tapasztaljuk, hogy valahogy több rendőrt látunk az utcákon, intézmények előtt, stb. Egy ilyen Szentpéterváron történt robbantásnak is lehet ez a következménye, hogy most egész Európában mindenhol fokozottabban odafigyelnek, és próbálják kiszűrni az ilyen cselekményeket. Vagy egy kicsit azt gondolja ilyenkor mindenki, hogy ez tényleg a Putyin ügye. Putyinról szól, Oroszország ügye. Igen, szóval mindkettő igaz. Ez igazából Oroszország ügye, ez Putyinról szól ez a történet. De ugyanakkor mindenki összerezzen ilyenkor, a világ bármely pontján vagyunk is, mert azért látjuk, hogy Londonban is lekövetkezett. Azt igazából nem mondhatjuk, hogy Anglia ügye, mert hát ugye egy ilyen cselekmény előfordult már Franciaországban, Nizzában a tengerparton nekihajtottak terrorautóval embereknek, előfordul, és bárhol a világon előfordulhat. Tehát mindenhol... Igen, csak azokban az esetekben, és ugye ezek közül nagyon sok cselekményt ugye az ISIS követett el, vagy az ISIS-nek az emberei követtek el, azt mondják, hogy mindig azokat az országokat támadják meg, és a fő ellenség, akik a terrorizmus elleni küzdelemben igen, kimagasló teljesítményt szeretnének joggal elérni. Így van, így van. Ez az egyik szempont. A másik pedig az, hogy ahol tudnak, ott követtek el a cselekményt. Igen, meg hát ugye nem is mindig az ő szervezésükben történik ez, csak arra az ideológiára hivatkoznak, amiket ők terjesztenek el a világon, hogy ezen az alapon indult el ez a terror cselekmény, ez az ember ilyen alapon radikalizálódott. Tehát lenyúlják maga gyakorlatilag ezt a történetet. Ilyenkor, amikor bekeményít Putyin, amit valószínűleg meg fog tenni, igen, politikailag ez neki, hát ma hasznot szokott hozni a keménykés stratégiája. Igen. Lehet ez fordítva? Egy oldalról romboló ez a tényező most jelen pillanatban. Mert ugye a tekintélye most ennap pillanatban valószínűleg megingott, mert a saját fészkében, amikor ő jelen van, a saját pátriárkájában, akkor történik meg egy igen goromba cselekmény, és hát ha még a vége is megtörtént volna, akkor ugye sokkal sősebb lett volna, mert nem minden eszköz robbant föl, valamelyik nem robbant, valamelyik pedig megtaláltak és hatást tanítottak, tehát sokkal nagyobb durranás lehetett volna. Ugye el fog telni majd néhány nap, ki fogja heverni valószínűleg ezt a történetet, és úgy próbál visszatérni, hogy bekeményít, és föl fogják göngyölíteni ezt a csapatot, aki ezt a esemény sorozatot elkezdte. Valószínűleg nem egyedüli individuális terroristáról van szó, hanem még a háttérben néhányan dolgozhatnak, de valószínűleg ezeket rövid időn belül elkapják, és erre hivatkozva, hogy íme itt vannak a tettesek, erre hivatkozva még be fognak vezetni jó néhány kemény preventív intézkedést, ami azt fogja mondani, hogy azért van, kérem, hogy megvédjelek benneteket. Tehát senki se gondolja azt, hogy ez a magányos elkövető, aki állítólag valamelyik újságban olvastam, hogy sushi készítőként vagy séfként dolgozott, ő gondolt egyet, és akkor így akart egyedül üzenni. Ez nem valószínű. Putyin. Ez nem valószínű. Hadd kérdezzem egy másik fontos elnökről, aki egy harmadik nagyon fontos elnökkel találkozik éppen Mar-a-Lágóban. Trump ugye most fogadja a kínai elnököt. Észak-Koreával kapcsolatban adott ki a Tillerson külügyminiszter egy nagyon érdekes, rendhagyó, unortodox közleményt. Így szól a közlemény, szó szerint nagyon rövid három mondat, hogy Észak-Korea újra kilőtte egy középhatótávolságú ballisztikus rakétát, az Egyesült Államok már eleget beszélt Észak-Koreáról, nincs több mondanivalónk. Na most azért ezt megelőzte egy jó pár nagyon kemény mondanivaló pár nappal ezelőtt, hogyha Kína nem száll be, akkor megoldjuk egyedül, kb. Igen. Ezt mondta Trump. Hát igen, egy új szemléletű amerikai politika van, ugye az is várható, hogy itt egy ilyen kemény fellépés történik majd. És az micsoda? Hát szóval egy katonai dologról lehet csapcó. Már hogy? Hát elindult a különböző amerikai anyahajók Korea felé. A világ különböző tengereiről, és valószínűleg elkezdődik majd valamilyen katonai demonstráció. Gondolom, hogy nem mindjárt meleg fegyverek használatáról lesz szó, hanem valamilyen katonapolitikai nyomás, valamilyen blokád, amiben próbálják majd Észak-Koreát esetleg más belátásra bírni, vagy elszigetelni. Nem véletlen, hogy Észak-Koreával kapcsolatban senki az ég adt a világon, annak ellenére, hogy a világ egyik legszörnyűbb országa, igen, nem tett eddig ilyet. Semmit, így van. Az észak-koreai rakéták Washington DC-t nem fogják tönkretenni, de igen, nagyon komoly károkat okozhatnak a környező országoknak. Milyen támogatásra, milyen szövetségre számít? Dél-Koreának, Japánnak nagyon kemény fenyegetettséget jelent ez. Nyilvánvaló, hogy a politikai támogatást mindannyian meg fogják adni hozzá, de a katonai fellépésre úgy gondolom, hogy ők egyedül nem mertek vállalkozni. Mit fog Kína mondani? Kína kulcskérdésben van, kulcshelyzetben van, kulcspozícióban van. Nem térhet ki előle nagy valószínűséggel, mert
őre nézve ugyan egy mini államról van szó, de ha a Kína keményebben lépett volna fel korábban, akkor ez már nem jutott volna valószínűleg ideig ez a történet. Rettenetes úgy, ahogy van. Nagyon szépen köszönöm, hogy mind a két témáról eljött és beszélt.